Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe az ingatlan piac helyismerete. Én vittem az ingatlanosságnak könyveket, enyém a havi előfizetéses klub, kattints és legyél klubtag. Illetve kommunikáció az ingatlan piacon címmel előadást tartunk Dombovári Dénes barátommal 2022. április 23-án 10 órakor Győrben személyes előadást, ezt várlak szeretettel. Ez azért gondolom fontos kérdésnek, mert azért van az a úgymond réteg, vagy hogyan mondjam, akik nagyon, nagyon nagy és nagyon mély ingatlan piaci ismeretük van, de ugyanakkor ez bénítóan hat rájuk. Tehát ugye sok ember van, aki, hát mondjuk, hogy egy picit túltolja a dolgot, én ugye azt vallom, hogy a kész jobb, mint a tökéletes, és ugye a piac úgyis reagál az én dolgaimra, és vagy azt mondja, hogy hagyd a francba, vagy pedig, hogy mit javítsak rajta, és akkor jobb lesz. Ez a két verzió azért ott van. És én nagyon sok olyan emberrel találkozok, akire ez bénítóan hat, hogy túl sok információja van az ingatlan piacról, ugye elolvas mindent, ami létezik, meghallgat mindent, ami létezik, és a végén nem mer mozdulni. Tehát én azt mondom neked, hogy tehát az ingatlan vásárlása a legjobb idő az mindig a most. Tudom, hogy lehet várni, stb. Vannak technikák, ezt a klubba egyébként veszük elég részletesen, amivel igazából nem tudsz rosszul kijönni ebből az egészből, de egy nagyon nagy mérföldkő és lépés, amikor az ember az első ingatlan megveszi. Én körülbelül 2 év múlva szembesültem az ingatlanos álmok klubba, hogy ez mekkora probléma, mert nekem nem volt az. Tehát én annyira vártam, és hogy hú, én megveszem az első családi házat, meg nem. Tehát annyira vágytam rá, hogy én simán átvittem ezt a problémát, hogy én most kiadok valamiért x10 milliót, és akkor megvettem az enyém, mindegy, hogy milyen szar volt, ugye 2,5% körüli haszon lett, vagy még annyi se rajta, tehát hogy a vicc kategória a mostani szememmel, de ugye az ember mindig fizeti a tanuló pénzt, figyelj, ez férjen bele mindenkinek. Sajnos azt nevelik belénk, ugye, hogy nem merünk hibázni, és ezért akarunk minél több infót megszerezni mindenről, mert félünk a hibától, és ugye a végén mi lesz? Hát bejön az, amitől félünk, tehát mégiscsak elcsesszük. És nagyon érdekes, mert ezek a kis tökéletes emberkék, rengeteg van az ismeretségi körömben, hogy előbb-utóbb mégiscsak elcsesznek valahol valamit. Tehát annyira koncentrál, meg fél, meg ugye túl sok infó van, és mindegyikre koncentrál, és ugye valamelyiket kihagy, és akkor az megbecseszik neki. Jó? Tehát azt mondom, hogy az ingatlan piacot igen ismerni kell, a főbb trendeket ismert, különösen a városodon belül, tehát az ne legyen kérdés, ezeket ismerni kell, de túl sok infó sem jó, és azt mondom neked, hogy egy a 3-5 sarokpontot tessék nézni, nem kell több, tehát nem kell 25 féle akármi, vagy mint a Google csinál, hogy 72 millió féleképpen profilosz téged, neked erre nincsen szükséged, ezt nem tudod megcsinálni, nem kell, oké? Hanem nézd egy 3-5 sarokpontot, amire azt mondja, hogy ha ez megfelel az én paramétereimnek, ahhoz, hogy én ezzel nyereséges üzletet tudjak kötni, akkor figyelj, akkor annyi kell, és nem kell több, jó? Tehát ezt a túlzott infót én azt mondom neked, hogy egy picit bontsad visszább, és nem kell annyi, és a 3-5 sarokpontra tudsz figyelni, és a legtöbb nagyvállalkozó, akivel beszélgetek, tényleg nincsen több, ő is ezekre figyelés, és az összes többi, az apróság azt lepasszolja, kiadja, de azok rendben vannak, akkor egyébként rendben van minden, jó? Tehát nem kell több. Jó, úgyhogy ismert az ingatlan piacodat, csak ne túltól a dolgot. Jó, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél, és akkor várlak a kommunikáció az ingatlan piacon című előadásunkra 2022. április 23-án 10 órakor a Győr Iparkamarában. Kattints, legyél ott! Szia!